dicsőséget. Tudod, pakoljátok le. Nagyon rövid lesznek, aztán indulunk. Névtelen vándor járőzött ebben a könyvben. Ő maga így mutatkozik be. Isten kegyelméből keresztény vagyok. Tetteim szerint nagy bűnös. Hivatásom szerint hontalan vándor. A tulajdonom egy zsák száraz kenyérrel, és a mellemen a Szentírás. Ez mindenem. Az okát is megmondja vándorlásának. Szíven találta a Szentírásnak egy mondata Pál apostoltól. Szüntelenül imádkozzatok. Hogy lehetséges ez? Megkérdez mindenkit, akitől csak választ remélhet. Végül bölcs lelkivezetőre talál. Egy idős szerzetes megmutatja neki a szüntelen imádságra vezető utat. És attól kezdve, amerre megy, a fák, a madarak, a vadállatok, az idegen emberek, az egész mindenség új arcot ölt számára. Minden az Istenről beszél neki. Hát ilyen zarándokot nem tudok faragni belőletek. De ha akarjátok, szívesen segítek abban, hogy hogyan válhattok ti magatok zarándokká. Hogy mikorra? Azt nem tudom. De a legfontosabbakat azt tudom. Hogy mikor, hol és hogyan kezdjetek hozzá. Mikor? Most, azonnal. És rögtön indulunk is. Hol? Hát útközben, és csak is útközben, haladva a kegyhely felé. Miért kell mindenáron kimozdulni ebből a kényelmes meleg kis futkongból? Azért, mert aki begupózva él, annak az embernek a házán se ajtó, se ablak. Minden, ami a fejében, a szívében, a zsebében van, az csak az övé. Csak magát látja, csak magát szereti. Az ő életében ne szóljon bele senki, még az Isten sem. Pedig az Isten néha beleszól. És olyankor azt mondja, ember, térj meg, lépj új útra, ne maradj meg a testmentség állapotában. A megtérés mindig a megújulásra való felszólítással kezdődik. Ha az ember nem tör ki az önelégültségéből, akkor olyan marad, mint az ígéret. Soha nem valósul meg. Soha nem teljesedik egész emberré. Márpedig tudjuk, hogy mindazt, amik vagyunk, elsősorban azoknak a találkozásoknak köszönhetjük, amelyekben részünk volt. És különösen is azoknak, amelyek felejthetetlen, életre szóló nyomot hagytak bennünk. Útközben majd mennyi táj, mennyi város, falu, mennyi ember, és mind-mind felfedezésre vár. És most válaszolok arra a kérdésre, hogy hogyan válhattok zarándokká. A zarándok rokona a felfedezőnek. Arra is felfigyel, amit a területes szemlélő észre sem vesz. Azt is meghallja, amit a hangzavarban fúdokló képtelen meghallani. Ez persze az kell, engedd, hogy a szemedet, a füledet, néha a szíved nyissa ki. És főképpen, amikor ébren vagy, tartózkodj eszméletnél. Hogy mit értek ez alatt? Azt, hogy ne legyen számodra minden olyan természetes, olyan magától értetődő. És így megtörténhet egyik reggel, amikor belenézel a tükörbe, hogy jé, én, akinek vezeték is keresztneve van, élek. De mi lenne, ha nem lennék? Már ez fontos nekem és néhány embernek, hogy vagyok, de a világ ugyanúgy forogna nélkülem is. Elgondolkodhatok már ezen? Vagy minden nap azzal indul, hogy útra keltek óvodába, iskolába, munkahelyre. Mindenütt tömeg, tolonganak az emberek. Az ember örökké megy, siet, szalad, battyog, lót fut, igyekszik. Hát mire mutat ez az örökös igyekvés? Merre vezet az ember útja? Az első tipegések és az utolsó csoszogások között merre vezet az ember útja? Hát effélékre gondolok én, mert mi történik ilyenkor benned? Szíven talál egy szó, egy mondat a Szentírásból, egy kérdés, egy hirtelen felismerés, ami aztán arra késztet, hogy gondolkodj el rajta. Vagy a világnak egy helyes szöglete, amit talán csak fényképpen láttál, de rabul ejtett, és nem ereszt még oda, el nem jutsz valahogy. Minden ezen az igézeten, ezen a szíven találáson múlik. Ugyanis ez ajándékozza nekünk a szimatot, a vágyat, az ellenállhatatlan vonzást. Ez a késztetés, a motorja, az ereje, a rakétája, lendítője az zarándoknak is. Érted már, miért fontos, hogy tartózkodj eszméletnél? Miért jó, ha a szemedet, a füledet, a szíved nyitja ki? Mert ez a készenlét állapota. hagyod, hogy szíven találjanak. Azt javasoltam nektek, hogy hozzatok magatokkal egy füzetet is. A feladat pedig az lesz, készíts úti kalauzt. Tartsd kéznél, és szorgalmasan írd bele mindazt, amit a magad számára útközben fontosnak tartasz majd megjegyezni. De gondolj azokra is, akik majd a te kalauzolásodra hagyatkoznak. Csak olyan tanácsokat adj az utánad jövőknek, amilyeneket te magad is kívánsz azoktól, akik előtted jártak ezen az úton. Andi, te már hozzá is fogtál? Igen, majdnem kész van. És mi a kép címe? A zarándok. Hozzáfűzhetek egy gondolatot? Bátorítású. Hosszú az út, és messze a cél. Csak amikor elérsz, majd odafogod füleszeddel, hogy maga az út a vándor otthona. Andit már is rabul ejtette a zarándok. És mi is azért szegődtünk egymás mellé, mert egyaránt megigézett minket egy fára festett ikon. Az Istenszülő képe Mária Pócson. Tekintete évszázadok óta vonzza az embereket, mert ezekből a szemekből napokon keresztül többször is patakzott a könny. Készülődjünk, induljunk az útra. Irány Mária Pócs. Hol van ez a hely? Hát majdnem a világ végén, a nyírségben. Keresétek csak meg. De nekünk Mária Pócs mostantól a világ közepe. Induljunk Isten nevében.